Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Daniel, politológus, a Figyelő főmunkatársa. Szép jó reggelt kívánok! Percekkel ezelőtt a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában a miniszterelnök úr egy interjúban reagált az önök listájára. Konkrétan mit mondott? Orbán Viktor azt mondta, hogy fontos az átláthatóság, és minden újságírót arra biztat, hogy tárja föl azt, hogy a soros hálózatban kik dolgoznak, és az is mondta, hogy igazából akik külföldi pénzt kapnak, és külföldi pénzt fogadnak el, és külföldi érdekeket szolgálnak Magyarországon, akkor ne szégyeljék ezt, hanem vállalják fel. Az átláthatóság az rendkívül fontos. Ezért például a Figyelőnek is a múlt heti listája az ebből a szempontból úttörő, és minden újságíró számára minta, tehát mindenkit arra biztat a miniszterelnök, hogy ezt folytassa, és világítsák át ezeket a szervezeteket. Mégis sokan leiratkoztak, vagy volt, aki feliratkozott? Igen, a Figyelő oldalán megadtunk egy e-mail címet, hogy arra lehet írni, hogyha valaki szeretne felkerülni a listára, illetve lekerülni. Aki írt erre az e-mail címről, hogy fel szeretne kerülni, azt felraktuk a listára, aki írta, hogy le szeretne kerülni, azt pedig levettük. Kik vannak többségben? Akik fel akartak iratkozni a listára, tehát látszik, hogy egy nagyon népszerű kezdeményezés volt ez a Figyelőnél, és egyre többen merik felvállalni azt, hogy Soros Györgyöt támogatják. Ez nem egy szolidaritás tüntetés inkább? Szolidaritás is, de van, aki ezt nyíltan vállalja, vagy csak viccből csinálja az egészet. Ugyanakkor rendkívül fontos látni, hogy ebben a hálózatban, ezekben a szervezetekben százak, ezrek dolgoznak, és egyértelműen... Meg nem erősített hírek szerint a listán halottak is voltak, sikerült ezt tisztázni? Igen, ezért bocsánatot kértünk rögtön meg a cikk megjelenését követő percekben, és ezeket a személyeket természetesen megkövetjük, a családtagjaikat is megkövetjük. Hibák előfordulnak, levetjük a konzekvenciákat, azokat mi is feldolgoztuk, és innentől kezdve az online felületünkön azt a listát tettük közé, amiben olyanok vannak, akik feliratkoztak, illetve leiratkoztak, azok felhetettük. És akik ezért megsértődtek, azok most a Figyelőt ajándékba kapják, amíg élnek? Akik megsértődtek ezen, azoktól igazán nem tudok mit reagálni erre. Ezen nem kell megsértődni. Mi is voltunk listázva, a Soros György által finanszírozott sajtótermékek is számtalan listát készítettek kormányközeli személyekről, tehát igazából én ebben meglepőt nem látok. Az, hogy nem lehetne számba venni bizonyos szempontok alapján embereket, én ezt abszurdnak tartom. Jó, akkor lépjünk tovább. A héten a Labba milyen interjút készített? Én Pokol Bélával készítettem interjút, aki arról beszélt, hogy Magyarországnak a kétharmados győzelem után érdemes lenne áttérni a félelnöki rendszerre, amelyben az államfőnek a szerepe az erősebb, mint jelenleg. De hát először is lassabban mondjuk el a nézőnk kedvéért, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ki az a Pokol Béla. Pokol Béla egy alkotmánybíró, és nagy jogtudós, politikatudós, már 70-es években szerezte meg a diplomáját az ELTE-n, és onnantól kezdve egyenesen felfele ment, és most az egyetemen, az ELTE-n ő egyetemi tanár is, tehát nagyon nagy tudósnak számít ezen a területen. És tehát ő a témaszakértője. Témaszakértője, és eljátszott ezzel a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha Magyarország a parlamenti hagyományokkal szakítva egy félprezidenciális rendszeret. Mit szólna ez a miniszterelnök? Orbán Viktor többször mondta azt, hogy az ilyen változtatásokra ott volt 2010-ben a lehetőség, azonban ők ott úgy látták és úgy fontolták meg, hogy nem érdemes áttérni a parlamentarizmusról a félprezidenciális rendszerre. Azonban bármi megtörténhet a politikában, látjuk, hogy a félprezidenciális rendszer a jelenlegi európai kihívásokban lehet, hogy hatékonyabban tudna működni, mint egy parlamentális demokrácia. Azonban itt még nem volt döntés, szerintem Orbán Viktor a jelekből, eddigi nyilatkozataiból kitart még a parlamentális rendszer mellett. Hogy érzi magát nem mint közvéleménykutató, nem mint politológus, hanem mint újságíró? Hát nem vagyok újságíró, tehát továbbra is... De publikál. Igen, továbbra is politológus vagyok, néha készítek interjút, illetve az online felületre írok cikkeket, de még politológus maradtam, és továbbra is elemzem a világ eseményeit. Nem akartuk megfosztani politológus mi voltából, de hát akkor...
Ha már politológus, és ezt megerősítette, akkor mondjon nekem valamit a frakciószövetségről, mi a véleménye? Hát a Fidesz KDNP-nek a teljesítményéről? Arról, hogy arról mi a véleménye, azt én tudom meg, feltételezem. Nem. Az ellenzéki frakciószövetségről, az MSZP-PM-ről. Igen, az MSZP párbeszéd frakcióban igazából a párbeszédnek... És abban benne van természetesen a liberálisok. Igen, is benne. Nekik nincsen nagy jelentőségük igazából a párbeszédnek és a liberálisoknak. Egy-két képviselőt delegálnak ebbe a frakcióba. Azért kellett a párbeszédet bevenni ebbe a szövetségbe, mert Karácsony Gergely az rendelkezik egy viszonylag magas népszerűséggel a balliberális szavazótáboron belül, és nagy valószínűsége, hogyha nem lett volna ott Karácsony Gergely, akkor a 10%-os bejutási küszöböt nem haladta volna meg az MSZP, és ebből... A szocialistákat most teljesen tönkre teszi. Hát Kovács László ezt maga ismert el két nappal ezelőtt, azt hiszem, a köztévének a reggeli műsorában, tehát nem mondok olyat, amit egy MSZP-s politikus ne ismert volna el. Ezt most már tényként lehet kezelni, ezt látják ott párton belül is. Tehát itt ez látszik, hogy most... És akkor álljunk itt meg egy pillanatra, ön szerint mi várható ezen a párton belül? Szerintem a MSZP-n belül egy erodálódás indul meg. Kunhalmi Ágnes bejelentkezett, vagy nem is jelentkezett, még nem tudni pontosan, de valószínűleg be fog jelentkezni az elnöki pozícióért. Logót váltanak. Igen, és arra kell felkészülni, hogy Kunhalmi Ágnes a szövetséget, vagy akár egy új pártot fog létrehozni Gyurcsány Ferenccel, hogyha Kunhalmi Ágnes lesz az MSZP-nek az elnöke, amire most jelen pillanatban azért egész nagy esély van, akkor garantálható az, borítékolható az, hogy az MSZP-nek az önállósága meg fog szűnni. Gyurcsány Ferenc korábban számtalan alkalommal mondta, hogy ő létre szeretne hozni egy demokrata pártot, ami egy ejtő, egy ilyen ernyőpárt lenne, amiben összefogja a baloldali, balliberális politikusokat, és ez azt eredményezni, hogy az MSZP-nek igazából fel kéne számolnia magát, és egyesülnie kéne Gyurcsány Ferenccel, és Kunhalmi Ágnes is tett már erre vonatkozóan korábban számtalan nyilatkozatot. Ő például egy tévéműsorban nemrég azt mondta, hogy szívesen lenne ismét Gyurcsány Ferenccel egy közös pártban, tehát látszik a nyitottság mind az MSZP részéről, mind a demokratikus koalíció részéről arra, hogy létrehozzanak egy olyan pártot, amelyben az eddig ismert MSZP és a demokratikus koalíció foglal helyet. Tehát én arra számítok, hogy az elkövetkező... Mit szólna ez a PM képviselője, illetve a liberálisok? Ők nem éppen a DK-val akartak szövetségbe lépni. Ha nézzük a párbeszédet, akkor főként Karácsony Gergelyt, lássam, már nincsen olyan pár, nincsen olyan politikus, olyan politikai csoport, amelyben ő ne vett volna részt, tehát eleve a párbeszéd név azonnan származik, hogy ők ugye az LMP-ből kilépve azt mondták, hogy mindenkivel párbeszédet kell kezdeményezni. 2014-ben ez a párbeszéd Gyurcsány Ferenccel és a demokratikus koalícióval közös országos listán szerepelt, tehát ezt követően innentől már nem lehet kizárni azt, hogy ez a párt összefogna Gyurcsány Ferenccel. Értem. Mit mondanak akkor a liberálisokkal? A liberálisok igazából egy nem létező párt, egy-két politikusuk van, de nem komoly politikai tényezők. Nekik az egy hatalmas eredmény, hogy egyetlen egy képviselőt, Bősz Anett személyében be tudtak juttatni az országgyűlésbe, tehát nekik igazából ez volt a maximum, amit ki tudtak hozni az április 8-ai választásból. Itt arra kell majd készülni, hogy az ellenzéki térfélen ugye olyan átalakulások és olyan horderejű változások lesznek, amelyet még akár most nem is láthatunk. És még ha megnézzük a baliberális pártokat, akkor emellett még fontos beszélni a Jobbikról is, ami hasonló válsággal küzd most már, mint amivel évek óta az MSZP. Ez pedig a vezetési válság, tehát most van a Gábor távozását követően nem látni azt, hogy ki lehet az a személy, aki egyben tudná tartani a Jobbikot. Most a hírek szerint... Azért nem fogják tudni egyben tartani, mert ideológia nincsen hozzá, vagy mert többfajta ideológia van, vagy mert nem találnak megfelelő karizmatikus szemben. Tipikusan egy identitását vesztett párt lett a Jobbik, tehát ez most már ők is elismerik. Korábban tehát azért most már nem is szélső jobboldaliak, most már nem is cukik, akkor most milyenek? Nem, ez egy sokféle alakulat Igen. van a párton belül, és ennek orvoslására hoznák létre a hírek szerint a társelnöki rendszert, amiben Schneider Tamás és Gyöngyösi Márton venne részt. Azonban, ahogy látjuk az LMP-nél, ez a társelnöki rendszer igazából a konfliktusokat és a feszültségeket nem oldja föl, hát ugye a LMP-ben össze is verekedtek a politikusok. Csak már el is jutottunk az LMP-hez. Csak hogy ezzel párhuzam, akarom, hogy a Jobbiknál is, hogy hiába állítanának föl egy társelnöki rendszert, tehát próbálják becsatornázni a vezetői pozíciókba a különböző erőcsoportokat. Táborok.
kórházakat. Igen. Ez nem megoldás, ez nem orvoslás, ez nem fogja megoldani ezt a problémát. Tehát ez akkor hasadásra van ítélve? Igen, az LMP és a Jobbik is pártszakadás előtt áll, ez most már erre nagyobb biztonsággal ki lehet jelenteni. Az LMP az közelebb van egy pártszakadáshoz, ott három különböző csoport van a párton belül. Hatházi Ákos képviseli azt az álláspontot, hogy bárkivel, bármiben meg kell állapodni, még Gyurcsány Ferenccel is. A másik csoport Szél Bernadett által van fémjelezve, ők azt mondják, hogy taktikai alkudozások azok lehetségesek más pártokkal, és ott van a Schiffer Andrási vonal, ami most tényleg párton belül Sallai Erbenedek által van képviseletetve, ők pedig azt mondják, hogy sem taktikai okokból, sem ilyen elvi okokból nem lehet együttműködni, tehát látszik azt, hogy az LMP-n belül három nagy csoport van egymással szemben, és ez mennyire egy lenne könnyebb bármelyik említett pártnak, hogyha lenne saját médiája, ha mondjuk lenne nekik egy Magyar Nemzetük, könnyebb lenne nekik? Vagy lenne nekik egy Lánchíd rádiójuk? Igen, azt látjuk, hogy igazából ez egy külső tényező, amire sokszor szoktak hivatkozni, főként a választási vereséget követően az ellenzéki pártok, míg április 8-án napközben azt mondták, hogy a demokrácia ünnepét látjuk, ugye amikor mi csak a részvételi adatokat látták. Nem lehet mindig külső tényezőkre hivatkozni. A Jobbik úgy tudott megerősödni Magyarországon 2010-et követően, hogy igazából nem volt médiája, az ATV-ből, HírTV-ből és a csomó csatornába be sem hívták ezeket a politikusokat. Kálmán Olga is erre szokott hivatkozni számtalan alkalommal, hogy ettől azt remélték, hogy Jobbiknak a támogatottsága nem fog nőni, és lám-lám, akkor erőteljesen tudott erősödni a Jobbik, hónapról hónapra ezreket, százezreket tudott megszólítani, úgyhogy nem volt felülete. Tehát ez egy olyan kifogás, ami igazából nem befolyásolja a pártoknak a támogatottságát. A Momentum is ilyen volt, a Momentum is úgy tudott százezreket megmozdítani, úgy tudta az olimpiával szemben átalakítani a közvéleményt Magyarországon, hogy igazából neki nem volt médiája, tehát látszik azt, hogy média nélkül is lehet jelentős támogatottságot elérni. Ha valakinek van programja, ha valakinek van egy karizmatikus vezetője, és van kitartása, és nem adja fel az elveit. Persze, van egy pártlapjuk, azért csak sokkal könnyebb. Nem befolyásoló tényező, az MSZP-nek is van egy pártlapja, a Népszava az tipikus pártlap, az MSZP-nek az üzeneteit továbbítja napi szinten, és látjuk az MSZP-nek a támogatottságát, hát jelen pillanatban most már egy kis pártról beszéltünk. Értem, kedves nézőim, az elmúlt percekben Deák Daniel, politológus, a Figyelő főmunkatársa volt stúdiónk vendége, beszélgetésünkből kiemelném még egyszer. A miniszterelnök úr megvédte a Figyelő munkatársait a ma reggeli közszolgálati rádió 180 perc című műsorában. Azt mondta, hogy az újságírók feladata a tényeket feltárni. Köszönjük, hogy rendelkezés, és az átláthatóságot megteremteni, így a pontos idézet. Köszönöm, hogy rendelkezésre, itt folytatjuk legközelebb. Most előzetesek, és már is foglalkozunk a lengyel problémával, az évfordulókkal és a lengyel törvényekkel. Tartsanak továbbra is velünk, érkezik hozzánk Gordon István.